Töltsétek meg a korsókat vízzel. 6-szor, mondjuk olyan 50-60 literes korsók voltak, megtölteni ezeket a vízzel, az valóban egy munka. Mert nem minden háznál volt út. El kellett menni útra, el kellett hozni a vizet, fel kellett önteni, de nem lehetetlen. A lehetetlen, a csodát, azt Jézus teszi hozzá. A mi életünkben tőlünk az Isten nem lehetetlenségeket kér, hanem az, hogy tegyük meg a hétköznapokban, visszaemlékezve a kezdeti kegyelemre, a kezdeti fényességre, tegyük meg azt, ami tőlünk telik, és a többi hozzá teszi az Isten. Amikor gyümölcsoltó boldogasszony ünnepeljük, akkor ez nagyon mélyen a szívünkbe kerül, hogy igent kell mondanunk arra minden napokban, a hétköznapokban, amit az Isten tőlünk elvár. Mert ezzel ismételjük meg azt a kezdeti döntést, a kezdeti igenünket, és hogyha ehhez az igenünk mindig hűségesek maradunk, akkor mi is boldogok leszünk. Mert hiszen Isten ezt akarja, ezért küldte el a fiát, és Mária ebbe a nagy-nagy műbe állt bele, és tette meg azt, ami tőle tellett, hogy tőle várt az Isten, hogy az emberiség boldog lehessen. És ezért lett ő is boldog. És ez nekünk is nyitva van, ez a lehetőség. Hogyha mi is megtesszük azt, a többi emberért, ami tőlünk tett, ami rajtunk múl, akkor mi magunk is boldogok leszünk, ha a többiek, a mások, az embertársaink boldogságnál élünk. Boldogságnak tűz Mária, segítsen bennünket ahhoz közbenjáró imádságával és példájával, hogy figyeljünk az Isten szavára, mondjunk igen Isten akaratára, kérdezzük meg az Istentől, hogy mit kér tőlünk, akárcsak a mai napon, és ragaszkodjunk a kezdeti igenhez, és mi is kegyelemmel teljesek leszünk, eltelünk Isten szeretetével, jóságával, és mindig az életünkkel tudunk rámutatni Krisztusra, aki minden jóság és szeretet forrása, aki beléphetette a történelembe, hogy szétválasztja a jót és a rosszat, és segítsen nekünk, hogy mindig a jót választjuk, és így örök